Továbbra is a koronavírus fertőzés behurcolása jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért szükség lesz újabb tiltó intézkedésekre, ezt mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a vírussal szemben az idősek a legkiszolgáltatottabbak, ezért nagyon fontos, hogy megvédjék őket. A miniszterelnök bejelentette, hogy szeptember közepére várható a gazdaság növekedését támogató két évre szóló új terv. Azt nem mondom, hogy satú, de ahhoz közeli állapot fog beállni. A legnagyobb veszély továbbra is a koronavírus fertőzés külföldről való behurcolása, ezért szükség lesz újabb tiltó intézkedésekre, mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Én nem szólhatok és nem is akarok beleszólni a magyar embereknek a személyes életvezetésébe, szokásaikba, nyaralási terveikbe, de kellő óvatossággal és tisztelettel arra kérek mindenkit, hogy déli irányba, a szeptember utánra ne foglaljon, ne szervezzen, ne képzeljen el magának nagy nyaralásokat, mert az bele fog ütközni határvédelmi intézkedésekbe. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a vírussal szemben a legkiszolgáltatottabbak az idősek, ezért minden figyelmet az ő védelmükre kell fordítani. Az országnak jó oka van arra, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb lelki állapotba várjuk a vírus második hullámát. Orbán Viktor elmondta, Magyarországon tavasszal emberek tízezreinek az életét sikerült megmenteni a bevezetett intézkedésekkel, vagyis van egy tudásunk arról, hogyan kell védekezni a fertőzés ellen. Ezekre a tapasztalatokra kell építeni majd ősszel. Orbán Viktor úgy fogalmazott, március közepén komoly, a védekezéshez szükséges eszközparkot alakítottak ki, amit majd ősszel tudnak használni. Emellett az itthoni előállítás is folyamatban van. Palkovics Lászlónak köszönhetően, aki Kásler Miklóssal együttműködve, sőt kiválóan együttműködve, megalkotta azt a koncepciót, hogy hogyan lehet saját termelési kapacitásokat, ipari képességeket kiépíteni, hogy ne kelljen legközelebb beszereznünk, hanem minél több dolgot saját magunk tudjunk gyártani. Lélegeztetőkép gyártásban például a világ technológiai vonalába tartozunk már a saját gépeinkkel, és lesz egy pillanat, amikor Magyarországon már minden egyes lélegeztetőkészüléket itthon gyártunk, itthon szervizelünk, saját fejlesztésű lesz. A kormányfő beszélt az iskolakezdésről is. Úgy fogalmazott, bár a vártnál sikeresebbnek látta az átállást a digitális oktatásra tavasszal, a személyes találkozáson alapuló oktatási rendszer tudja leginkább szolgálni a pedagógiai célokat. A személyes találkozáson alapuló oktatási rendszer a mi nevelési pedagógiai céljainkat inkább tudja szolgálni, mint a digitális megoldás. Az csak tartalék. Tehát tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy elkerüljük a szokásos rendtől eltérő módon folyó oktatást, és védjük meg a hagyományos osztályokra és iskolai jelenlétre épülő oktatási szisztémánk. A kormányfő beszélt arról a gazdaságnövekedést támogató két éves tervről is, ami várhatóan szeptember közepére készül el. Megrendelést adtunk le a szakértőinknek, a teljes magyar gazdaságpolitikai szakértői gárdának, hogy amit az elmúlt hetekben, hónapokban kigondoltak a jövőt illetően, tehát most már nem a védekezésről beszélünk, hanem a növekedés megindításáról, az összes miniszteriális és szakmai műhelyekben készült javaslatot fésüljék egybe, gerebjézzék össze, és szeptember közepére legyen egy logikus, sok-sok tucatnyi intézkedést is tartalmazó növekedési tervünk. A miniszterelnök elmondta, számításai szerint szeptember közepére minden szükséges politikai és kormányzati döntéshozatali fórumon átmegy az a két évre szóló terv, amely szerint a 2020-as év negyedik negyedévét, 2021-et és 2022-t irányítja majd a kormány. Azt hiszem, hogy kialakult egy közép-európai építkezés lehetősége. A kormányfő arra is kitért, hogy szeretné visszahozni a politikába a geostratégiai tényezőkről való gondolkodást. Úgy fogalmazott, kialakult egy közép-európai együttműködés, ezért nem kell védelmező nagyhatalmakat keresnünk egymással szemben, hanem itt a lehetőség, hogy megpróbáljunk szuverenitásunkat megőrizve együttműködni szomszédainkkal.